felvételt, hogy aki esetleg nem tudna itt lenni, az utólag visszahallgathassa, visszanézhesse. Akkor elkezdeném, tehát sok szeretettel köszöntök a Központi Nagyköszörben ombudsmanokat, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntök minden kedves érdeklődőt, résztvevőt. Ez megint a Hol a határ című határkérdések az egyetemi szereplők viszonyi rendszerében alcímű sorozatunk egy epizódja, amelyet a Bölcsészettudományi Kar Esélyegyenlőségi Bizottsága és a Kari Etikai Bizottsága hallgatói önkormányzat támogatásával indított útjára. A sorozat az tulajdonképpen azt járja körül, hogy mi egyetemi polgárok hogyan értelmezzük a határainkat, hol kívánjuk meghúzni a határokat az egyetemi szereplők viszonyrendszerében, viselkedésében, kommunikációjában. Tulajdonképpen a sorozattal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy megismerje mindenki azt, hogy milyen szabályozás van érvényben, milyen a közvetlen és a tágabb jogi környezet, mit tehet az, akinek valamilyen problémája, valamilyen aggályos cselekedet, tehát találkozik, kihez fordulhat, tehát akár sértett, akár áldozatként, mi az a fórum, amiken ő egyáltalán jogorvoslathoz fordulhat. És ebben a sorozatban nagy örömünkre a mai epizód az tulajdonképpen egy rendhagyó rész, tehát az eddigiektől eltérő, hiszen nem egy előadás, hanem inkább egy beszélgetés lesz, mégpedig Székely László egyetemi ombudsmannal, aki első szóra vállalta ezt a felkérést, aminek nagyon örülök. Bemutatásul tényleg csak néhány mondatot szeretnék mondani. Tehát Székely László 1982 óta az ELTE AJK oktatója, ekkor végzett, és sok tisztsége mellett, ahonnan talán legtöbben ismerhetjük, az az, hogy 2013 és 2019 között az alapvető jogok biztosa volt. És hát 2019-től Magyarországon elsőként egyetemi ombudsman lett, már olyan értelemben elsőként, hogy erre az egyetemi életben még nem volt példa. Őt választották meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi ombudsmanává. Én ennyit kívánok felvezetésként mondani, remélem nem tévesztettem el ebben semmit, és akkor hát elsőként arra szeretném megkérni ombudsman urat, hogy mutatkozzon be, egy picit mutassa be a működését, a hivatalának, illetve a saját gyakorlatát, és akkor utána én mindenkit arra bíztatok, hogy ez alakuljon át egy ilyen beszélgetős alkalom, ahol föl lehet tenni a kérdéseket. Természetesen mi is készültünk kérdésekkel. Ombudsman úr azt ígért, hogy mindenre megpróbál válaszolni, gondolom, hogy ez így is lesz. Úgyhogy akkor nagy szeretettel át is adnám a szót önnek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hát a bemutatáshoz tulajdonképpen a lényeget azt nagyon jól összefoglalta. Hát valóban első és vélhetőleg most már utolsó munkahelyem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara lesz. Ugye, hogy látták az évszámokat, hát ugye jövőre lesz 40 éve, hogy pályafutásomat az ELTE jogi karán megkezdtem, igen, voltak közben más megbízatások is, és hát, ahogy valóban mondta, valószínűleg ezzel a beszélgetésnek a témájával leginkább az függ össze, hogy 2013 és 2019 között valóban én voltam az alapvető jogok biztosa, de tulajdonképpen az ombudsman, ahogy régebben nevezték, országgyűlési biztosa az emberi jogoknak, vagy alapvető jogoknak. A beszélgetésnek, amit most önök biztosítanak itt nekem, ennek azért örülök nagyon különös módon, mert hivatali feladatom a szenátusi határozat alapján a egyenlő bánásmódnak, az egy emberi méltóság egyenlőségének a védelmével kapcsolatos propagandának, tehát egy pozitív értelembe vett propagandának a kifejtése. Viszont hát mindannyian tudjuk, ugye, hogy bekövetkezett immáron egy éve az a pandémia helyzet, amiben vagyunk, ennek köztében ezen a téren nagyon súlyos, magam részéről legalábbis úgy ítélem meg, hogy nagyon súlyos lemaradásunk van, ami egész egyszerűen annak köszönhető, hogy lehetetlennek bizonyultak azoknak a fórumoknak, azoknak a találkozóknak
konferenciáknak a lebonyolítása, ami hát tulajdonképpen a feladatom lenne, de hát sajnos ezen nem tudok változtatni. Gyakorlatilag a panaszok intézése is ugye online módon, illetve gyakorlatilag telefonon történik a kapcsolattartása hozzám forduló panaszosokkal. Ez nagyon szerencsétlennek tartom, de sajnos úgy utélem meg, hogy nem tehetek róla, tehát ez viszmajor ebből a szempontból. Nos, akkor ugye arról volt, hogy mivel foglalkozik, vagy mivel kell foglalkozni egy egyetemi ombudsmannak. A hozzám fordulóknak a lehetősége az, tehát a hozzám fordulás lehetősége akkor nyílik meg, hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban vele szemben valamilyen hátrányos intézkedés vagy intézkedésnek az elmaradása történt. Ez az egyenlő bánásmód, ez mint ugye is tudják, 2003-ban született egy fontos törvény, amely meghatározza azt, hogy bizonyos védett tulajdonságoknak a megsérte, védett tulajdonságokkal kapcsolatos jogsértések esetén, ha valakit hátrány ér, akkor ugye fordulhat az egyenlő bánásmód hatósághoz, amely hatóság ugye egy igazi hatóság abban az értelemben, hogy kötelező határozatokat hozhat és bírságolhat, és mint valószínűleg hallották vagy figyelték a híreket, ez az egyenlő bánásmód hatóság idén január 1-től az én utódomnak, az alapvető jogok biztosának a hivatalába beolvadt. Hogy ez szerencsés lépése vagy nem szerencsés lépés, erről megoszlanak a vélemények, én ebben nem akarok véleményt nyilvánítani. Mindesetre egy biztos, hogy a hozzám forduló panaszosoknak a ügyeivel kapcsolatban egy valami már számomra egészen biztossá vált, hogy a törvénynek, tehát amit gyakorlatilag a ELTE szenátusi határozatra is lényegében egyez egybe átvett, ennek a törvénynek a jogsértés definíciója túlságosan tág. Tehát szinte nincsen olyan hátrányos helyzet, ahol valaki kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, amihez ne találná meg valami olyan védett tulajdonságot, ami ráadásul egy nyílt felsorolás, meg úgy végződik, hogy bármely egyéb szempontból, amelynek révén ne tudná az egyenlő bánásmód sérelmének betudni vagy értelmezni azt a véleménye szerint őt ért hátrányosabb helyzetet. Tehát én ezt egy olyan, hát hogy is mondjam, csak nehezen áthidalható jogértelmezési problémának látom, amivel kapcsolatban én már jeleztem a rektorhelyettes úrnak, vagy Darázs Lénár rektorhelyettes úrnak, hogy itt én egy kicsit finomítanék a szabályozáson, tehát pontosabbá tenném, hogy mi az, ami valóban diszkriminatív és érti az egyenlő bánásmódot. Ami pedig még hatásköri kérdés, mert ugye kérte, hogy a feladatról veszek, egy nagyon pontos elhatárolás van, tehát semmilyen olyan ügyben nem járhatok el, ahol hatósági eljárásnak van helye, bírósági eljárás van folyamatban, valamilyen munkáltatói intézkedés, fegyelmi eljárás, etikai eljárás, az oktatási jogok biztosának, tehát Ári Tamás Lajosnak az eljárása, vagy magának az ombudsmannak, tehát ugye az alapvető jogok biztosának az eljárása. Ilyenkor fel kell tennem a kezem, és azt kell mondanom, hogy én ebben nem vagyok kompetens. Ami miatt még zavarba vagyok, és hát tulajdonképpen mentegetőznünk kell, bár erről megint nem én tehetek, hogy annak következtében, hogy az egyetem gyakorlatilag egy éve, mondjuk így, hogy online üzemmódban működik, ennek következtében radikálisan csökkentek a panaszok. Tehát egész egyszerűen nincs kontaktus a hallgatók és az egyetemi oktatók között, ennek az ügyintézések azok gyakorlatilag elektronikusan történnek, tehát ennek következtében megítélésem szerint, én ennek tudom be, az utóbbi fél évben lényegesen csökkent a hozzám forduló panaszosoknak a száma. Ezekről ha majd konkrétan kérdeznek, akkor nagyon szívesen, részletesen elmondom, hogy milyen típusú panaszok fordultak elő. Nagyon sokszor előfordult, bocsánat, még annyit mert ugye ez nem hangzott el, tehát ugye ennek az intézménynek elnézést kapkodok itt össze-vissza, mert nem tudom, hogy mi az, ami igazán fontos, meg mi az, ami köztudott, hogy
az első választásra 2019 szeptemberében került sor, és akkor egy éves próbaidőre kaptam kinevezést, vagy megbízatást a feladat ellátására, és egy év elteltével, ez tavaly szeptemberben volt, akkor újra pályázni kellett, és most egy 3 éves periódus idejére töltöm be a ombudsmani pozíciót. Hát ha meg nem halok, vagy nem tudom én, mi kell ahhoz, hogy leváltsanak, tehát hogyha valami etikai vétséget követek el, vagy egyéb, akkor nagyjából még azért van egy több mint 2 év hátra a megbízatásomból. Évenként be kell számolnom, tehát nagyjából ősszel be kell számolnom a szenátusnak, tehát írok egy jelentést, ezt megvitatják és elfogadják. Egyébként teljesen független vagyok, nem vagyok utasítható. Az egyetem minden szerve köteles együttműködni, lehetőséget biztosítani arra, hogy iratokba betekintsek, felvilágosítást adni. Itt arról tegyem hozzá, hogy ebből a szempontból kifejezetten pozitív tapasztalataim vannak, tehát a különböző egyetemi szereplőknek a hozzáállása az szerintem kifogástalan volt, tehát nem tudok kritikát megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Tehát úgy tűnik, hogy a különböző egyetemi aktorok azok nem ellenségként tekintenek az ombudsmanra, hanem úgy ítélik meg, hogy végülis azonos pályán játszunk, mert az a célunk, hogy az egyetem működése a lehető leginkább jogszerű és az emberi jogok iránti tisztelet, tehát kifejező legyen. Tehát ebből a szempontból jó tapasztalataim vannak. Még zárójelben még annyit hadd mondjak, hogy hát nagyon sokszor mediátori szerepet tölt be az ember, tehát most nem mondok kart, nem mondok neveket, teljesen lényegtelen, de ugye többször azért fordultak hozzám, mert az etikai eljárás elhúzódott. Hát most ez olyan dolog, hogy én ebben beleszólni nem tudom, hogy ha etikai eljárás van folyamatban, akkor hatásköröm nincs, hát akkor azt meg tudom tenni, hogy jelzem a rektor helyettesnek, hogy már másodszor 2 hónapon belül érkezett olyan kérés hozzám, hogy próbáljam meg megsürgetni az etikai eljárásnak a befejeződését. Na, de ugyanakkor meg pandémia helyzet van, tehát tudom azt, hogy ezeknek ugye nyilván ők is csak online tudnak ülésezni, hogy hát ez fizikailag és technikailag meg van nehezítve. Tehát nincs könnyű helyzetben az etikai bizottság sem akkor, amikor mondjuk egy ülést akar tartani. Ugyancsak előfordul, és nem egy esetben az, hogy tulajdonképpen, hát mit mondjak, ilyen jogsegélyszolgálat feladatot lát el az ember. Tehát előfordult már az, hogy más karnak egy tanszéki kollektívája szerzői jogi problémákkal fordult hozzám. Természetesen nem mint ombudsmanhoz, tehát nem erről van szó, hanem mondjuk így, hogy jogász kollégához, és akkor egy szótárszerkesztéssel kapcsolatos szerzői jogi vitában, vagy még nem is volt igazán vita, csak a vita megelőzése érdekében az ember megpróbál tanácsot adni. Hát persze azzal a feltétel, hogy én most nem vagyok se bíró, nem vagyok ügyvéd, de hát valami azért jobban értek a szerzői joghoz, mert végül szakterületem a karon, és tanítom is. Tehát van egy ilyen, hogy mondjam, csak ilyen kollegiális, ilyen jogsegélyszolgálat, vagy jogi tanácsadási tevékenysége is az embernek. Azt kell mondanom, hogy körülbelül egy olyan 500 ügy fordult elő körülbelül az elmúlt, már most már lassan másfél évben, és most az utóbbi hónapokban ez jelentősen csökkent. Tehát ez az alapvető problémám, de hát ez szerintem a helyzetnek tudható be, és nem azért, mert minden tökéletes. Én a magam részéről azt szoktam mondani, hogy az emberi jogok tisztelete és az egyenlő bánásmód az nem egy állapot, amit el lehet érni, hanem az egy folyamat, egy olyan folyamat, amit állandóan finom hangolásra szorul, és hát azért az Ötvös Loránd Tudományi Egyetem mégiscsak van abban a helyzetben, hogy megengedheti magának azt, hogy erre egy ombudsman foglalkoztasson. Még annyit, bocsánat, neki volt ilyen kérdés, volt a kérdésnek, vagy a kérdésfelvetésnek egy ilyen része is, hogy ez egy informális eljárás, tehát ezt ne ilyen perrendtartásszerűen képzeljék el, hogy akkor a felek tanúkat kihallgatjuk, edzőkönyvet készítünk, és így tovább. Tekintettel arra, hogy az én állásfoglalásaimnak semmilyen kötelező ereje nincs. Tehát ez nem,
igényli tehát azt, hogy perrendszerű vagy közigazgatási eljárásra jellemző szigorú rendben folytassunk le vizsgálatokat. Tehát ez lehet személyes találkozó, ez lehet írásbeli nyilatkozat. Elérhetőségem egyébként az nagyon tág, tehát bárki megkapja a telefonszámomat, ha erre szüksége van, és szóban szeretne. Hát én most találkozni nem pont nagyon merünk, ugye, mert hogy nem merem azt mondani, hogy jöjjön be. Egyébként kaptunk egy szobából álló irodát a Trefort Kertbe, ahol előleg személyesen is tudnánk találkozni a panaszosokkal. Azért mondom többes számon, mert van egy helyettesen, majd erre mindjárt visszatérek. Tehát elvileg személyesen is tudnánk találkozni, de hát ebben a járványügyi helyzetben erre természetesen én erre nem merek vállalkozni. Nem is annyira magamat féltem, mint inkább a hozzám fordulót. Ezért inkább azonnal megadom a telefonszámomat, hogyha érkezik egy e-mail, amiben valami panaszt szeretne előadni, és akkor szóba megbeszéljük. Tehát van egy irodánk, hát nagyon szerényen felszerel, de nincs is másra szükségünk, itt most nem a reprezentáció a fontos. Van egy darab helyettesem, aki nem lehetett ugyanarról a karról, tehát nem lehetett a jogi karról kiválasztani. Nekem sikerült Dózsa Ágnest megnyernem, aki a Semmelweis Egyetemnek az oktatója, és orvos és jogász. Ezt nagyon szerencsésnek tartom, mert ugye nő, tehát hogyha mondjuk valami olyan zaklatási ügy, ben kellene eljárnunk, amiben egy hölgy a panaszos, tehát egy női hallgatónk, akkor gondolom nem árt, vagy jobb, hogyha például egy másik, ha ezt kívánja, akkor egy másik nőnek kelljen elmondani a beletörténteket, vagy a panaszának a tárgyát. Továbbá, hogyha a karomat érinti, tehát hogyha a jogi kart érinti a panasz, volt már ilyen egyébként, akkor pedig nem is járhatok el, mert összeférhetetlen lenne. És van egy darab titkárságvezetőnk, akinek, hát ugye ott kéne ülni a hivatalba, hogyha nem lenne az a helyzet, ami van. Tehát gyakorlatilag most ő is online vezeti az irodát. Hát egyébként nem tudom, hogy a kollégák járnak ebbe a saját karjukra. Én azért megyek be hetente egyszer, pontosabban mentem be eddig, mert hogy a mai naptól kezdve mi fog történni, ez ugye nagyon-nagyon kérdéses, mert ennek a részleteit még nem ismerjük. Én leginkább azért megyek be, mert a jogi továbbképző intézetben csütörtökönként van egy 3,5 órás előadásom, és csak azért itthonról is megtudnám természetesen, hogy most is már itthonról beszélgetünk így a Teams-en keresztül, de már csak azért megyek be, hogy embernek érezzem magam, föl kelljen öltözni, kivasalni egy inget, és akkor mégis elmegyek itthonról, mert hát így szívesen már eléggé megnyom ez a bezártság. És hát ugye azt látom, hogy hát csontüresek az épületek, gyakorlatilag, mint hogyha letottak volna egy atombombát. Hát ez gondolom a többi karon is nagyjából így van. Na, hát így most gyorsan is bevezetőképpen hirtelen ezek jutottak eszembe, úgyhogy én most akkor visszaadom a szót, és állok rendelkezésre bármilyen kérdés vonatkozásával. Legjobb tudásom szerint megpróbálom megválaszolni, aztán lehet, hogy azt fogom mondani, hogy nem tudom, tehát ilyen is van. Az ember merje bevallani, hogy valamire nem tudja a választ. Rendben van, köszönjük szépen. Akkor én élnék itt, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen jogom, de minden esetre, ha van, ha nincs, élek veled, mert kérdezik egyet ombudsman úrtól. Tehát itt beszélt arról, hogy nagyjából hogy kik fordulhatnak önhöz. Én azért ezt szeretem egy kicsit pontosítani, hogy tulajdonképpen bármilyen egyetemi polgár egyénileg is, vagy kell, hogy egy etikai bizottsági vélemény megelőzze ezt az ügyet? Tehát, hogy van itt valami hivatali út, vagy ez teljesen esetleges? Teljesen esetleges. Bárki, aki egyetemi polgár, akit ugye jelenthet hallgatót, jelenthet doktorantusz hallgatót, jelenthet egyetemi oktatót, jelenthet olyan munkatársat, aki nem oktató státuszban, de valamilyen munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre egyéb jogviszonyban áll az egyetemmel. Egyetemi polgárnak számít ilyenkor az is, aki az egyetem megbízásából, tehát például üzemorvos,
és nem közalkalmazott, és nem az egyetemnek a közalkalmazottja, de üzemorvosi feladatokat lát el megbízási jogviszony alapján, vele kapcsolatban is ugyanezek a jogkörök vannak. Tehát ezt nagyon tágan kell értelmezni a reán vonatkozó szenátusi határozat szerint, hogy ki mindenki egyetemi polgár. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy bárki. Bárki, és teljesen informálisan, tehát akár levélben, írásban, szóban, személyesen, bármi, az interneten keresztül, ugye a honlapon keresztül benyújthatja elektronikusan a észrevételét, panaszát, megkeresését. Ezt most kinyomom, bocsánat. Elnézést, ezt elfelejtettem kikapcsolni. Tehát pontosan az akadálymentes elérhetőség, ez volt a cél szemmel láthatóan, amikor a szenátus megfogalmazta ezeket a szabályokat. De készítettünk egyébként egy, hát mondjuk így, hogy szervezeti és működési szabályzatot is, amely néhány pontban kiegészíti a szenátusi határozatot, de ezek ilyen inkább technikai jellegűek, tehát ugye ez értelemszerűen se nem bővíti, se nem tágítja, és se nem szűkíti a jogkört, tehát nyilván a szenátus jogköréhez ez nem nyúl hozzá, csak néhány dolgot pontosítottunk azért, hogy hát, hogy aki hozzánk fordul, az pontosan tudja, hogy mire számíthat ezen működési szervezet és működési szabályzat szerint. Ezt bemutattuk a szenátusnak, és jóvá hagyta. Köszönöm. Utalt rá bevezetőjében, hogy ha kérjük, akkor tudna konkrétabbakat is mondani, konkrét dolgokat. Én csak egy ilyen tágkérdést tennék, hogy mi a jellemző a gyakorlatában a hallgatói panasz, az oktatói panasz, a munkatársi panasz? Tehát lehet ezt így tematizálni? Vagy? Ami engem meglepett, megmondom őszintén, én arra gondoltam, hogy hát leginkább majd a hallgatói panaszok adják a többségét ezeknek az ügyeknek. És meglepő módon szerintem fele-fele arányban az egyetem a oktatói. Tehát az oktatói státuszban lévők fordulnak nagyjából az ügyek felében hozzám. Most amennyire megint nem, tehát ugye titoktartási kötelezettségem van, tehát ennek a köztében mindig így anonimizálom a történéseket, de az volt egy érdekes tapasztalatom, hogy ezek a különböző tanszéki kollektívák különböző karokról, ha panasszal hozzám fordulnak, akkor az esetek egy jó részében kiderül, hogy tulajdonképpen évtizedek óta megoldatlan, hát ilyen kollegiális feszültségek, viszályok húzódnak meg az ügy hátterében, és a konkrét panasz, amivel hozzám fordul, az valójában a jéghegynek a csúcsa. Tehát a jéghegynek a csúcsa, valami történik, ami aztán megfelel tulajdonképpen, mivel nagyon tágan van megfogalmazva, hogy mit jelent az, hogy az egyenlő bánásmód követelménye, akkor most akkor ennek a jéghegynek a csúcsán megragadjuk a problémát, és hozzám fordul, de valójában a probléma gyökere az esetleg évekre, vagy akár évtizedekre visszanyúló belső konfliktusok, amik megoldhatók lennének, csak hát ugye nem tudom, kinek mi a tapasztalata, tehát azért vannak jó, mondjuk így egyetemi tanszéki kollektívák, meg vannak olyanok, ahol ott lappanganak ezek a belső feszültségek. Tehát ezeknek a végleges megoldására természetesen az ombudsman nem lesz alkalmas. Legfeljebb jelezni tudja mondjuk a dékánnak, hogy megítélése szerint itt ez egy folyamatos konfliktus forrás lesz, hogyha tehát ki legyen a tanszékvezető, ki ne legyen a tanszékvezető, és aki nem lett tanszékvezető, az szerinte a hátrányos megkülönböztetés áldozata miatt nem lett tanszékvezető. Na, ott, ahol mondjuk, ez kifejezetten mondhatom így, hogy sikeres volt a fellépés, hogy mondjuk tanszékvezetői pályázatok esetében szerintem a karok azok ugye egymástól veszik át ezeket a pályázati kiírásokat. Tehát, hogy ha egyszer való elkészül, akkor ez ott jó volt, akkor jó lesz nekünk is. Tehát ezek így ilyen vagy ezeknek a mutánsai, ezek így keringenek így a kari szervezetek között. És akkor mindegy, hogy melyik kar, mindegy, hogy melyik tanszékének a vezetésére kiírt pályázatban,
egy teljesen félreérthető feltételt határoztak meg. Azt szerették volna, tehát az volt a kari vezetésnek az elképzelése, hogy csak olyan jelentkezzen pályázatával, aki ki is tudja tölteni az 5 éves tanszékvezetői mandátumát, tehát közben nem telik le, tehát nem éri el a nyugdíjkorhatárt. Na most sikerült a pont az ellenkezőjét megfogalmazni a pályázati feltételben. Tehát olyan félreérthető volt, hogy gyakorlatilag az derült, hogy nyugodtan jelentkezzen az is, akinek mondjuk csak 3 éve van már csak a nyugdíjazásig, mert akkor majd letelik a nyugdíjba, és akkor majd választanak egy új tanszékvezetőt. De nem ezt akarták, pont az ellenkezőjét akarták, csak teljesen félreérthető volt, és zavaros volt a pályázat megfogalmazása. Na most hát itt például azt sikerült elérni, hogy ilyen pályázati kiírás többet nem fog előfordulni, tehát világos és egyértelmű lesz a szabály. Hát kérdezzenek. Hát mondom, szerintem olyan fele-fele arányban fordult elő körülbelül hallgatói, illetve oktatói panasz. Hát sajnos a hallgatók nagyon sokszor megpróbálnak olyankor is panaszt benyújtani, amikor én csak a kezemet teszem föl, és azt mondom, hogy ebben tudok segíteni, de mit tudom én, most a hallgató azért fordult hozzám, mert az ő megítélése szerint szakdolgozatának, egy másik kar volt, persze nem jogi kar, szakdolgozatának a minősítésében ő azért kapott, mit tudom én, közepest, mert ő most disztinálva van, mert valami oknál fogva hátrányosan van megkülönböztetve, és az egyenlő bánásmód sérült. Na most hát ez tipikusan olyan ügy, amiben én jogászként pláne semmiképpen bele nem tudok szólni egy másik kar, valamelyik tanszékének a tudományos minősítéséhez. Tehát én ebben nem tudok beleszólni. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy inkompetens vagyok. Na, tehát ilyenek vannak, ilyenek előfordulnak. Várjon csak, mi volt még ilyen, ilyen közvetítői, igen, tehát volt a saját karunkat is érintette tulajdonképpen, de a helyette sem járt el, de kiderült, hogy olyan tanulmányi ügyben fordult hozzánk a hallgató, ahol már nem volt lehetőség még csak méltányossági joggyakorlására sem, mert azt ugye a hallgató egy ízben igényelheti, hogy akkor méltányosságból valamilyen fontos határidőt mulasztott el, saját bevallása szerint is ő nézte el, tehát nem figyelt oda, de hát nem volt lehetőség a méltányosság gyakorlására. Én konzultáltam a tanulmányi osztályunknak a vezetőjével, ő elmondta, hogy ezt a lehetőséget már kimerített, tehát ezt a hallgató nem mondta természetesen. Aztán tájékoztattam arról, hogy sajnos én megpróbáltam közvetíteni, de ez reménytelen, tehát itt nem tudok mit tenni. Hát ilyenek fordultak elő, mondjuk az elmúlt egy és egy negyed, vagy másfél évben. Köszönöm. Biztatok mindenkit, hogy készfeltartásra jelező, hogyha kérdezni szeretne, viszont nekem van egy teljesen más irányú kérdésem. Jó, még akkor ezt gyorsan fölteszem. Hogy van-e visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy ez az ombudsmani hivatal, ez mennyire ismert a karokon? Tehát, hogy mennyire tudnak egyáltalán az egyetemi polgárok arról, hogy van egy ilyen hivatal, akihez bizonyos ügyekben fordulni lehet? Na hát most itt kell mentegetőznöm. Tehát a mentegetőznöm ugye azzal kell, hogy a programomba belefoglaltam, hogy végig fogunk látogatni minden kart, fórumokat fogunk szervezni, bemutatkozunk. Tehát én nekem az volt az elképzelésem, ugye, hogy ez egy új intézmény, és ennek az új intézménynek nem egyszerűen eljárási szabályokra van szüksége, hanem arcra van szüksége. Tehát arcot kell adni az ombudsmannak. Ez nekem eltökélt szándékom volt, na ezt húzta keresztül teljesen a járványügyi helyzet. Tehát nem tudunk ilyen fórumokat szervezni. Én nagyon szerettem volna, ennek következtében meg nem tudom most mondani, hogy hát mennyire vagyunk ismertek. Hát keresnek azért minket, tehát vannak ügyeink, de még egyszer mondom, ezzel a járványhelyzettel radikálisan csökkent a hozzánk fordulók száma. Én ezt ennek tudom be, mert nem hiszem, hogy a első háromnegyed év, fél év, háromnegyed évhez képest olyan gyökeresen javult volna a helyzet ezen a téren, hogy ne lennének panaszok, hanem azt hiszem, hogy az oktatás jelenlegi technikai lebonyolítása egész egyszerűen nem nagyon ad lehetőséget arra, hogy előforduljanak ilyen az egyenlő bánásmód, egyenlő méltóság sérelmét jelentő esetek. Tehát most az utóbbi hetekben nem volt ilyen.
Egyébként féltem, mert attól féltem, hogy az online vizsgáztatás, online záróvizsgáknak a lebonyolítása növelni fogja majd az ilyen panaszoknak a számát, de érdekes módon nem. Nem igazán vagyok. Ezt most nem ombudsmanként mondom, hanem egyetemi oktatóként gondolom, többen osztják majd a véleményemet, hogy hát nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz így a online térbe előadásokat, meg szemináriumokat tartani, mert annyira hiányzik a metakommunikáció, a face-to-face kapcsolat, hanem gyakorlatilag az ember magányosan üldögél, mint most is itt egy szobában, és akkor néha az is, hogy én most magamba beszélek tulajdonképpen, még a mások hallják is. Tehát ez nekem nagyon nem jó. Most lehet, hogy más is, nem tudom, záróvizsgáztatnak-e mások is, tehát mondjuk számtaszom, meg vagyok róla győződve, hogy puskázik a hallgató, de egész egyszerűen objektíven nem vagyok képes bebizonyítani, tehát nem állíthatom neki ezt, hogy uram, maga puskázik. Azt mondja, hogy nem puskázik, akkor most mit csináljak? Hát most én bebizonyítani nem tudom, hogy puskázik, vagy sem, de hallom a lapokat, ahogy lapozgat, mondjuk egyet tudok tenni, hogy megpróbálok olyan kérdéseket föltenni, ami nem található meg így lapozgatással, hanem egy komplexebb, átfogóbb ismeretet igényel. Szóval mindegy, na, tehát ez így szerintem hosszú távon ez így nem az egyetemhez méltó tulajdonképpen. Jó, tudom, kényszerhelyzet van, muszáj ezt csinálni. Én úgy gondoltam, hogy emiatt több panasz lesz, de érdekes módon nem. Tehát ezzel kapcsolatban nem érkezett. Meg ha érkezne, alapvetően tanulmányi probléma lenne egyébként is. Köszönöm szépen. Most viszont már vannak jelentkezők, úgyhogy mindjárt szólítok is. Előtte azt szeretném jelezni, hogy aki úgy szeretne esetleg kérdést feltenni, hogy ez ne legyen rögzítve, akkor azt kérem, hogy szóljon, és akkor leállítjuk a felvételt, mert lehet, hogy valakinek ez aggályos. Úgyhogy akkor szólítanám Kovács Krisztinát, ő jelentkezett korábban. Jó estét kívánok, szervusztok, kedves. Én az ELTE-nek a fogyatékosügyi koordinátor, egyetemi fogyatékosügyi koordinátora vagyok, és a speciális hallgatóügyeket támogató irodát vezetem. És egy olyan kérdésem lenne, hogy fordulhatunk-e mondjuk mi önhöz panasszal, hogyha 2018 óta a tűzvédelmi oktatási anyag még mindig nem elérhető a látássérült hallgatók számára. Ígéretet kaptunk, hogy akadálymentesítik, de ez nem történt meg, és azt a választ kaptuk, hogy ja, hát akkor ők felmentettek. Hát ez baromi érdekes már, bocsánat, hogy akkor ők égjenek benne az épületben, vagy hogy gondolják. Na, én ezt most egy sarkítva mondom, jó. Nem történt semmi, hogy ez egy olyan ügye például, amivel mi, ha a hallgatók nem is, de mihoz önhöz fordulhatunk. Természetesen tegyék meg, legyen szíves, írja meg nekem, és ígérem, hogy bevetem minden, hát hogy is mondjam, csak van. Ajánlás formájába megpróbáljuk kiharcolni, hogy ezen változtassunk, jó? Tehát tegyék meg, jó? Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtam, mert ez egy nagyon fontos dolog, ami most elhangzott. Hát hogyne, ez az egyenlő méltóságnak, az egyenlő bánásmódnak, ez egy sarkalatos kérdése, hogy mit jelent ez, hogy tehát az tűzvédelmi, mindegy, majd leír. Hát egy animációs filmről van szó, ami se gyengéllátóknak, se vakoknak nem akadály, nem tudnak kattingatni a képernyőn, nem, persze. Aha. Ja, köszönöm szépen. Gondolom Braille formában meg kéne jelenteni. Nem, hát ez egy internetes oktatócsomag, és kötelező minden munkavállalónak és hallgatónak ezt elvégezni. Tehát, hogy ez kötelező. Na, hát akkor emlékszik rá, tehát, hogy meg lehet ezt digitálisan csinálni, csak nem képi formában. Tehát, hogy kellene egy akadálymentesíteni. Nagyon köszönöm, írja meg, és ígérem, hogy minden lehetőséget kihasználva megpróbálok változtatni. Köszönöm. Ezzel. Jó, jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kalla Gábornak adom át a szót. Jó napot kívánok, Kalla Gábor vagyok, és a Karietikai Bizottságnak az elnöke, talán emlékszik, mert találkoztunk. Ugye az én kérdésem az lenne, hogy a Hol a határ sorozatban újra és újra felmerül, hogy a karietikai kódex túl általános, és nagyon hasonlót mondott ön is, hogy ezek az általánosan megfogalmazott szabályok minden
fajta hozzászólásban az összes rendezvényen abban az irányban alakulnak a vélemények, hogy konkrétabb legyen, megfoghatóbb legyen, a hallgatók számára jobban átlátható legyen az, hogy milyen etikai szabályok vannak, milyen módon védettek, stb. Most az a kérdésem, hogy így kívülállóként a karok közötti egyeztetésre milyen lehetőséget lát, mert nyilvánvaló, hogy ha mondjuk a BTK indít egy ilyet, hogy finomítsuk ezt, konkrétizáljuk, esetleg eseteket is felsoroljunk, akkor egyeztetni kell a többi karral is. Nem tudom, hogy ez abba az irányba mutat-e, amit ön is mondott, hogy konkrétizálni kell az ügyeket, egyáltalán arról, hogy milyen fajta utak vannak, mikor kihez kell fordulni, etikai bizottság, esélyegyenlőség bizottság, ombudsman, és nyilván van még másfajta lehetőség. Tehát mi azt szeretnénk, hogy minden hallgató, amikor belép az egyetemre, kapjon egy kis brossúrát arról, hogy milyen jogai lehetőségei vannak, és milyen fajta utak vannak az esetleges sérelmeknek az orvoslására. Hát azt, hogy a különböző karoknak, az etikai bizottságainak a gyakorlatáról legyen információcsere, ezzel én maximálisan egyetértek. De most ugye én jogász vagyok, tehát önmagában abban nem látok problémát egyébként, hogyha egy norma magas szinten van, magas szinten absztrahálva. Tehát ezeket mi generálklauzuláknak hívjuk, tehát ezek ilyen nagyon elvont és nagyon absztrakt szabályok. Amit természetesen ebből persze az következik, hogy természetesen a konkrét tartalmat az esetről esetre kell kialakítani. Na most ezt például lehetne nyilvánosságra hozni, mert akkor a norma megtelne megfelelő tartalommal, ugyanakkor megőrizni azt a rugalmasságát, hogy a jövő, tehát ha nem kazuisztikus a szabály, akkor a jövő ben fölmerülő olyan kérdésre is alkalmazható az általános szabály, amelyre nem gondolna mondjuk egy ilyen átolóig tartó felsorolás. Tehát önmagában ezt nem tartom problémának, viszont az, hogy ez közkincsé váljon, tehát ismerté váljon, hogy abból az elvont és túl általános szabályból mi konkrét esetekben milyen magatartási követelmény fogalmazható meg akár egy hallgatóval, akár egy oktatóval, vagy bármely egyetemi polgárral szembe, ezt közkincsé lehetne tenni, például egy brossúra formájában is. Tehát erre én ez, és ha ebben kérik a közreműködést, akkor én nagyon szívesen közreműködök, mert örülnék neki, mert ez minden karnak a hallgatóit is, meg az oktatóit is segíteni. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek a szabályok, még hogyha néha ugye hát a mondjuk így, hogy jogsértések elkövetői, azok ugye az oktatók maguk, hogy ezek a szabályok, ezek nem ellenünk fogalmazódnak meg, hanem ezek a mi védelmünkben fogalmazódnak meg, mert minket védenek, hogyha mi ezeket betartjuk, akkor tudhatjuk, hogy nem kerülünk kiszolgáltatott helyzetbe. Végülis egyetemi oktatóként borzasztó kiszolgáltatottak vagyunk azért, hogyha ebbe belegondolna. Tehát mondjuk bármikor egy ilyen zaklatási vád, ami esetleg mondjuk alaptalan, hanem csak kifejezett rossz indulatból és lejáratásból indítana, hát az bizony nagyon kellemetlen tud lenni egy egyetemi oktatónak. De gondolom, ezt már átérezték mások is rajtam kívül, hogy ezek a szabályok, ezek alapvetően nagyon helyes, hogyha vannak, mert minket védenek, és nem pedig ellenünk fogalmazódtak meg. Tehát én erre is nyitott lennék, hogyha ilyen kezdeményezés van, hogy hangoljuk össze is, tekintsük át egymás etikai bizottsági határozatait, és nézzük meg, hogy azok mennyiben konformak egymással, örülnék neki, ha lenne ilyen. És akár kiadvány formájában is persze, természetesen. Köszönöm szépen, hogy addig átadom a szót másnak, aztán majd inkább visszatérek más kérdésemre. Köszönjük, Gábor. Akkor Annus Ildikónak adom át a szót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megszólalási lehetőséget, és üdvözlöm a Ombudsman urát. Én nagyon egyetértek azzal, amit Kalla Gábor mondott az előbb, és tulajdonképpen szeretném is ezt még végletesebb irányokba elvinni. Tehát nagyon jó lenne, hogyha lenne egy általános, hogy nem mondjam, képzés hallgatók és oktatók számára
Azzal kapcsolatban, hogy mik a jogaink és mik a kötelezettségeink, de azért is, hogy ne éljünk vissza azokkal a jogokkal, amiket kapunk, tehát ne vádoljunk meg úton útfélen mindenkit olyan dolgokkal, amikkel nem szabad megvádolni. Ugyanakkor a másik oldal is, én tanszéki szinten vagyok ilyen helyzetben, hogy azt látom, hogyha valakit valóban valamilyen sérelem ér, és ezt a sérelmet megpróbálja valamilyen módon orvosolni, akkor be van állítva a bajkeverőnek, hogy miért nem maradunk csendben, miért nem végezzük a dolgunkat rendesen, ahogy kell. Tehát a hatalom, azok, akik fölöttünk vannak, és akkor lehetünk oktatók, lehetünk hallgatók, teljesen mindegy, nagyon gyakran előfordul az, hogy a kisebbet egész egyszerűen lenyomják, és nálunk pont történt ilyen, a záróvizsga kapcsán voltak problémák, a hallgatókat egészen egyértelműen hátrányos megkülönböztetés érte, és nem mertek szólni, meg sem fordult a fejükben, hogy bármiféle módon érvényt szerezzenek a jogaiknak, mert azonnal lenyomták őket. Tehát egyrészt kellene, hogy legyen egyfajta tudatosság mindannyiunkban azzal kapcsolatban, hogy milyen jogaink vannak, és hogy ezekkel a jogokkal ne éljünk vissza, illetve az lenne a jó, hogyha nem kellene félnünk attól, hogy felemeljünk a hangunkat, hogyha valóban ér minket valami fajta méltánytalanság. Milyen módon lehetne, és akkor itt jön a kérdés, milyen módon lehetne megoldani azt, hogy ez tényleg széles körben ismerté váljon? Lehetne mondjuk kurzusokat, vagy hasonló előadásokat szervezni, ami ha nem is kötelező, de legalább nagyon ajánlott mindenki számára? Hát a válaszom az, hogy természetesen, csak szerintem ez normális társadalmi viszonyok kellene, tehát ugye tehát ilyenfajta előadást, ahogy mondtam, én azt szeretném, hogy arca legyen az ombudsmannak. Na most az ilyen online ilyen konferenciákon, most önök kollégák, tehát ez itt más a helyzet, de mondjuk a hallgatóknak az lenne az értelme, hogy kiállok a pódiumra, és elmondom nekik külön a bölcsészkaron, az ilyen karon, olyan karon, stb. Hát ettől voltam megfosztva. Tehát én maximálisan ennek híve vagyok. Egyébként pedig volt a kérdésnek, vagy felvetésének ugye egy olyan része, hogy hát a kis embereket és a hatalom nélkülieket, azokat lenyomják, hát azért van az ombudsman. Érti? Tehát az ombudsman az anonim is el tud járni, tehát nekem nem feltétlenül, ha ezt kéri tőlem a panaszos, akkor én köteles vagyok a személyes adatait bizalmasan kezelni. Tehát a probléma kezelhető akkor is, ha én nem tárom föl mások előtt, hogy ki volt a panaszos. Tehát ennek semmi akadálya. És azért, bocsánat, engem nem fognak lerázni azzal, hogy maradjak csöndben, mert nem rázhatnak le, mert itt van a szenátusi határozat, hogy mindenki köteles velem együttműködni. Úgyhogy szerintem, hogyha ilyen adódik, akkor ez megoldható, hogy a személyi adatainak a feltárása nélkül anonim panaszként vizsgáljuk ki az ügyet. Most persze azt 100%-ig persze abban igazán, hogy nem biztos, hogy lehet garantálni, hogy ne derüljön valamilyen közvetett módon ki, hogy mégis ki volt az, aki panasszal fordult. Ezt sajnos nem lehet megakadályozni. Hát az valami olyan tanúvédelmi program kellene, mint amit az Egyesült Államokban csinálnak, hogy más személyi azonosságot biztosítanak, és elköltöztetik az állam túlsó, Egyesült Államok túlsó végébe, de hát ez túlzás, tehát erre már nincsen szükség. Jó, tehát elvileg ezt meg lehet oldani. Jó, tehát ez a válaszom. Volt ilyen, hogy valaki kérte, hogy bizalmasan kezeljük. Köszönöm szépen. És állok rendelkezésre, hogy ha bármilyen olyan ötlet van, hogy hogyan lehetne propagálni az ombudsman mondjuk eszményét, akkor én erre nyitott vagyok. Csak mondom, attól félek, hogy ezek között a körülmények között ebben a helyzetben borzasztó nehéz lenne megcsinálni. Maguk megszervezték saját magukat, mert létezik ez a nem tudom, társas kör, vagy minek nevezzem, nem, most ezt nem pejoratíve mondtam, de most én a hallgatókat a természettudományi karon, én nem tudom egy hasonló fórum formájában megszólítani. Hát azt tudtuk volna csinálni, hogy kiplakátoljuk, elmegyünk, megbeszéljük a dékánnal, vagy a dékán helyettessel, és akkor ő bemutat minket, de hát ez sajnos elmaradt. De mondom, én nyitott lettem volna rá, én vagyok a legcsalódottabb.
frusztráltam, miatt, hogy ezt nem tudtuk megcsinálni. Köszönjük, Jancer Dóra. Köszönöm szépen a szót. Én több dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az első elhangzott konkrét esettel kapcsolatos, hogy egy szakdolgozó a védett tulajdonságának megsértésének vélte a rosszabb jegyet, illetve diszkriminációnak érezte magát, amikor ön azt mondta, hogy ebben nem tud állást foglalni. Ilyenkor mit tegyen az a szakdolgozó, mert ha ő úgy érzi, hogy a védett tulajdonságát mégiscsak bántották, vagy ebben sérelem érte, akkor ezzel ő nem lett, tehát ezzel nem jutott előbbre, az ő sérelme megmaradt. Tehát ilyenkor ön tanácsolja, hogy valaki ehhez forduljon, vagy tehát, hogy ez így nem volt megoldva ez az ügy. Én értem, hogy nem tudja minősíteni a szakdolgozatot, csak mit csináljon a hallgató? Hát az a helyzet, a tudományos életvitái azok nem tárgyai a jogvitáknak. Már pedig most én azt mondtam, hogy ez egy informális eljárás, de ezek mégiscsak jogi viták. Tehát gyakorlatilag, ha egy tudományos minősítés, az, hogy a doktori érkezését hányasra osztályozták, az ellen nem lehet bíróságon jogorvoslatot kérni. Tehát ez egész egyszerűen ez nem a jognak a kérdése. De most természetesen, tehát magyarán az ő feltételezése, még egyszer mondom, a feltételezése, hogy őt valamilyen védett tulajdonság miatt minősítették le, ezt nem fogja tudni bizonyítani sehol. És én sem tudom bizonyítani. Tehát, mert ha megmondták volna neki az arcában, barátom, azért közepes a dolgozatod, mert te bélyeggyűjtő vagy, és mi utáljuk a bélyeggyűjtőket, mert direkt mondtam egy semleges fogalmat, akkor természetesen lehetne bizonyítani, hogy valamilyen védett tulajdonsága miatt kapott közepest, és nem pedig jelest. De mivel a dolgozatának a minősítése, amihez én nem értek, mert egy olyan szakterületnek és olyan szaktudománynak a területe, én abból nem tudom kikövetkeztetni, hogy őt valamilyen védett tulajdonsága miatt érte hátrány. Azt nem is gondolnám, hogy önnek kéne ezt megmondani, de hogy ilyenkor ön esetleg fölkére valakit, hogy megnézze a dolgozatot, hogy az valóban szakmailag rosszabb-e, mint a győbel, vagy mint ha jegyet kapott. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy itt a hallgatónak van valami olyan érzése, hogy őt hátrányos helyzetbe hozták, vagy sérelem érte, de ezzel nem segítettünk neki, hogy ebben nem tudunk beleszólni. Tehát mi a teendő ilyenkor, ha valaki ilyenkor hozzánk fordul, akár esélyegyelőségi bizottsághoz, akár önhöz, mert azért nem lehet őt ott hagyni, gondolom, azzal, hogy ezzel nem tudunk segíteni. Hát figyelj, én nekem tényleg nem. Tehát ha még egyszer mondom, ha egyszer nem tudom okozati összefüggésben bizonyítani azt, hogy azért minősítették le, vagy kapott a megérdemeltnél a gyengébb osztályzatot mondjuk egy záró dolgozatra, mert valamilyen védett tulajdonsággal rendelkezik, és erre tekintettel diszkriminálták. Mivel nem tudom bizonyítani az okozati összefüggést, ezért ennek következtében én szerintem semmit nem tudunk csinálni. Mert mondom még egyszer, hogyha az lenne, a személyben mondták volna, vagy leírták volna, hogy azért lesz hármas, mert bélyeggyűjtő vagy, akkor természetesen abban a pillanatban felléphetünk, és megállapíthatjuk, hogy ez egy tűrhetetlen gyakorlat, és azonnal változtassanak rajta. De ezt nem, én tényleg sem bíróságon, sem fajta ilyen ombudsman, meg egyéb jogorvoslatot nem nagyon látok. Ha más jelekkel együtt érti, tehát hogyha más is történt volna ezen kívül, akkor elvileg elképzelhető, hogy logikailag zárt láncot alkot a vele kapcsolatos történés, amelynek a végeredménye az lett, hogy még ráadásul az áró dolgozatát is leminősítették. Csak ehhez kéne. Önmagában ebben én nem tudok beleszólni. Azt mondom, hogy kérjek föl valakit, hogy bírálja fölül, hát azzal beavatkoznék a kar autonómiájába, érti? Tudományos autonómiájába. Azt vállalni. De azt azért elég ritkán fogjuk megtapasztalni szerintem, hogy valakire azt mondják, hogy te meleg vagy, ezért kettővel rosszabb jegyet kapsz, vagy te
kerekes székes vagy, ezért diszkriminálnak. Ezt nyilván nem fogja senki mondani, viszont vannak más utak. Tehát csak azt szeretném kérdezni, ez nyilván ez egy nehéz helyzet, csak hogy ilyen esetben akkor ne is forduljanak önhöz, ha úgy érzik, hogy kimondatlanul valami sérelem érte őket. Még egyszer mondom, tehát, hogy ha pusztán csak annyi történik, hogy kap egy közepes osztályzatot, holott ő úgy érzi, hogy legalább ötöst érdemel, vagy négyest érdemelt volna, ha pusztán ennyi történik, és azt sejti, hogy emögött az lehet, de egyébként semmi más nem történt, és semmilyen más bizonyíték erre vonatkozóan nincs, akkor én valószínűleg nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát én nem látok remény. Mondom egyszer, hogyha a logikailag zárt láncot alkotna történések sorozata, amelynek a vége az, hogy és még le is minősítették, akkor természetesen más lenne a helyzet. Értitek? Tehát közvetett bizonyítékok állnának rendelkezésre arra nézve, hogy ez is amiatt történt. Tehát ezért vagyok bajban, mert én azt hiszem, hogy ebben önök is, meg én is tehetetlen lennék ebben a helyzetben. Nem tudom, ön említette a példát, azért... Önök kapcsisában nem volt. Nem. Még két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik az, hogy az online tér, hogy az én tapasztalatom pont az, hogy online térben sokkal több embert meg lehet szólítani, mert míg mondjuk nem mennek el személyesen, mert nem tudom én, mert az kényelmetlen elmenni valahova. Most itt 40-en vagyunk, és nagyon sokan szoktunk lenni ezeken a üléseken, és szerintem a hallgatói önkormányzatok nagyon segítenek, tehát nekünk is segítenek hallgatókhoz eljutni, meg az összes tanszéki adminisztrátor is ki tud küldeni leveleket, tehát nekünk ez elég jól bevált, és meg lehetett szólítani nagy tömegeket. Megpróbálunk egy ilyen sorozatot elindítani. Én ezt fordítva gondoltam, mert mondom, nagyon rossz tapasztalataim vannak. Én a saját hallgatóimnál csak azt látom, hogy kikapcsolják a mikrofon, nem látom az arcukat, és azt sem tudom, hogy ott van-e a számítógép előtt, mert az is lehet, hogy bekapcsolódik, aztán elmegy sétálni egyet, és visszajön a végén kikapcsolni és elköszönni. Tehát nekem ez kifejezetten kellemetlen és rossz. De ez nyilván azért van, mert 40 éven keresztül, vagy közel 40 éven keresztül megszoktam a face-to-face kapcsolatot a hallgatókkal, tehát én ezért vagyok ezért szkeptikusabb, de ha önöknek az a tapasztalat, hogy ez nagyon jól működik, akkor én ígérem, hogy megpróbálom ebbe a fővét. Ugyanez az érzésünk oktatóként szerintem mindannyiuknak, hogy ez egy személytelen tér, de aki már jelentkezne egy ilyen megbeszélés, biztos el is menne, tehát ez azért nem olyan, mint egy kötelező óra, hogy nekem most le kell vizsgáznom ebből és ebből, hanem ez mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy tudjon arról, hogy milyen jogorvoslati helyek vannak, vagy kihez fordulhat. Tehát szerintem ez működne, és még egyszer szerintem a hallgató önkormányzat nagyon sokat segít ebben. És a harmadik, bocsánat, aztán már nem akarom magamhoz ragadni a szót, de hogy ugye beszélünk arról, hogy meg kéne fogalmazni ezeket a nagyon konkrét körvonalait annak, hogy mi a határ tulajdonképpen, hogy ön szerint ez kinek lenne a feladata? Tehát, hogy mondjuk a bölcsészettudományi karnak legyen egy ilyen etikai kódexe, ezt kinek kellene megfogalmaznia? Mert mi már elgondolkoztunk azon, hogy ugyanúgy, ahogy a tűzvédelmi oktatást, ezt köröztetni kellene, kötelezően mindenkinek el kéne végezni, hogy tudjon a jogairól és a kötelességeiről is. De a megfogalmazásban nem tudjuk egyelőre, hogy kinek a feladata ez, hogy ez meg is szülessen. Hát én szerintem... Föl kell vetni a kari tanácson, és a kari tanács válaszol egy adhok bizottságot, aki kidolgozza ezt. És aztán a kari tanács bulítson rá, és onnantól kezdve készen áll ez a nevezzük esetgyűjtemény, vagy ezt magának egy ilyen munkabizottságnak kellene kidolgozni, hogy mit tart a leghatékonyabbnak, tehát milyen formát tart a leghatékonyabbnak. Szerintem ez a kari tanács kompetenciájában minden további nélkül beletér. És önhöz, mint nyilván mi bölcsészettudományi karon nem vagyunk ebben jogilag kompetensek. Segítek nagyon szívesen. Egyébként a kollégái megerősítették, hogy amikor meghívtak, igazából csak ilyen megfigyelőként, akkor elmentem ha kapok ilyen meghívást, akkor elmentem az etikai bizottság előkészítő ülésére, és pontosan azért, hogy jogászként
hát mondjuk így, hogy tanácsot adjunk. Tehát még egyszer nem folyhatok bele, mert az ombudsman nem folyhat bele, de annak semmi akadálya, hogyha fölkérik, hogy fölkérnek minket arra, hogy mondjuk el a véleményünket, akkor elmondjuk. Ezt a kollégáim megerősítették, mert voltunk már ilyen. Tehát ha kapunk ilyen megkerestést, akkor készségesen állunk rendelkezésre, például egy ilyen munkában. Jó? Köszönöm szépen. Megtisztelve érzem magamnak, konkrétan ezt akartam mondani, hogyha van, ha van ilyen felkérés. Jó, köszönöm szépen. Nincs köszönöm. Köszönjük, Dóra. Kugler Nórának adnám át a szót. Köszönöm szépen. Ombudsman úr elég sokszor elmondta, hogy milyen együttműködően és készségesen eljön akkor, hogyha meghívjuk, és ez a tapasztalatom valóban így is van, hiszen részt vesz ezen a Hol a határ előadás sorozaton. Amit eddig hallottunk, azok többnyire olyan feladatok voltak, vagy olyan tevékenységek, amelyekben ügyek voltak, valaki jelentkezett. És én úgy értelmezem az eddigi megszólalásokat, és az egész Hol a határ sorozaton, ami elhangzott, tehát amit például Annus Ildikó felvetett, hogy valójában meg kellene bátorítani az embereket azzal kapcsolatban, hogy jelezzenek. Tehát ahhoz, hogy ügyek legyenek, ahhoz először lépni kellene. Tehát egy olyan kezdeményezésre számítottam én, amikor az ombudsman iroda felállt, amikor kiderült, hogy irodáról van szó, tehát hogy van fő munkatárs, van ombudsman és helyettes, hogy itt egy ilyen nagy lendülettel be fog indulni valami olyan tájékoztatás, vagy egy olyan nyitás, amire tényleg megszaporodnak az ügyek. Mert ahhoz, hogy ügyek legyenek, ahhoz nagyon sok minden kell. Egyrészt az ember felismerje, hogy az ügyben ő érintett. Amíg az egész szervezeti kultúra olyan, amire Annus Ildikó is utalt, tehát hogy inkább ne háborogjál. Vagy hogyha egy hallgató jelez valami olyan panaszt, hogy őt ez meg ez érte egy oktató részéről, akkor lehet, hogy azt fogja mondani az oktató, akihez ő bizalommal odafordul, hogy inkább ne bántsuk azt a másik oktatót, hiszen annyi baja van, családja van, és így tovább. Ezek nagyon konkrét esetek. Tehát, hogy amíg az egész szervezeti kultúra úgy működik, hogy inkább ne legyen ügy, félünk attól, hogy legyen ügy. Ez nem arról szól, hogy a sértetteket bátorítaná, és hogy maguktól elkezdenek szaporodni az ügyek. Tehát, hogy azért is volt szerintem nagyon fontos az, hogy ezen a Hol a határ sorozaton, és ez most megint meg lett említve, rendre előjött ez, hogy van tűzvédelmi oktatás, van munkavédelmi oktatás, de nincsen olyan tájékoztatás, amelyik arról szólna, hogy mi az, ami ügy, mi az, amit nem tűrünk, tehát ami nagyon nem oké, és amivel kapcsolatban mindenkit bátorítunk, hogy jelezze. És én most kicsit, tehát azt nem értem, hogy ezt nem tudja felvállalni az ombudsmani hivatal, az ombudsmani iroda, hogy kicsit erőteljesebben, kezdeményezően lépjen fel ennek a megbátorításával, vagy ennek az átalakításával kapcsolatban, hogy ne legyen hallgatólagosan elfogadott nagyon sok minden, ami most még az. Köszönöm szépen. Kedves Nóra, önnek teljesen igaza van, de én most megint csak meg tudom ismételni, amit mondtam, én sem így képzeltem el. Tehát én úgy képzeltem el, hogy személyes jelenléttel egy kampányt fogunk lefolytatni ebben az évben körülbelül, vagy az elmúlt fél évben, amióta járványhelyzet van. Most ugye fölmerült ez az ötlet, hogy próbáljuk meg ezt online térben megvalósítani, ezt én megfontolom, én megpróbálom, de én úgy képzeltem el, hogy az lenne a valószínűleg hagyományos szerepfelfogásomban a tanár-diák viszonyról, hogy azt szeretem, ha ott ülnek a hallgatók, le tudom mérni a reakcióikat, tudom irányítani, ha fárasztó volt, amit mondtam, akkor most egy kicsit könnyebb témába csapunk bele, és akkor majd újra terhelhetők lesznek. Tehát ezt mondtam, hogy én ezzel egy vallomással tartozom, hogy én itt adós vagyok. Hát adós vagyok, azt ígértem, hogy ezt lefolytatom. Pont azt, amit most számon kér rajtam. Csak hát lehetetlenné tette. Tehát ezt az irodát azért ne úgy képzelje el, hogy ott napi 24 órában éjjel-nappal ott van valaki. Hát ez összesen kettő ember, ugye tulajdonképpen, aki hadrafogható a helyettes, meg én. Tehát azért mindegy, tehát ennek ellenére mi ezt terveztük, hogy mind az egyetem vezetőségével, külön-külön a akarokon, mind fórumok formájában a hallgatókkal elmentünk volna és megtartottuk volna, csak jött, ami jött.
tehát érték. Bár az jutott eszembe egyébként, mondta, hogy akkor lesz ügy, hogyha ha megfelelő propaganda van. Hát ha én jól tudom, akkor valamikor ugye a középkorban a kínai arisztokrata családoknál ugye minden családnak megvolt a saját orvosa. Ezek az orvosok, ezek tekintélyes orvosprofesszorok voltak, ezek akkor kaptak fizetést, ha mindenki egészséges volt. Ha bárki beteg volt a családba, akkor nem járt neki pénz tulajdonképpen. Tehát most ez azt, nem azt akarom mondani, hogy akkor én nekem azért nincsen ügyem, hogy pénzt kapjak, vagy a fizetésemet megkapjam ma, vagy ezt a fél egyetemi tanári javadalmazást, ami emellé a pozíció mellé jár. Tehát mondom még egyszer, én azt hiszem, hogy azért van kevesebb ügy, mert online térben tanítunk. Tehát nincs meg a konfliktusoknak a fizikai lehetősége. Tehát én erre gyanakszom. Értem, köszönöm szépen. Most azok a tapasztalatok, amelyek interjúkban itt a rendelkezésünkre állnak, azt mutatják, hogy akkor sincs annyi ügy, amennyi ügy lehetne, hogyha személyes kontaktus is van. Tehát én általános problémának látom azt, hogy sokkal kevesebb jut a felszínre, sokkal több ügynek kellene lenni, és nem azért, mert én ügyeket akarok, én is azt szeretném, hogyha minden normálisan menne, és minden egészséges lenne, de az ügy nélküliség, vagy az ügyhiány is semmiképpen nem annak a jele, hogy itt egy ilyen nagyon megbízhatóan demokratikus kultúra működik, és hogy itt a hallgatók minden egyes helyzetben mindig biztonságban érzik magukat, és tudják azt, hogy az egész egyetem az ő fejlődésükről szól. Tehát, hogy csak ezt ennyit szerettem volna hozzátenni, hogy én úgy látom, hogy a korábbi időszakban is az ügyek száma, a tényleges diszkriminatív esetek, vagy a problémák számához képest nyilván elmaradt. De azt nagyon köszönöm, hogy... Nagy a látencia. Nagy a látencia, és pont az tud a látencia ellen dolgozni, hogyha a hallgatók értesülnek arról, hogy ez a bejelentés történt, hogy tudnak is róla, és tudják az egyáltalán mi az, ami ügy, és mi nem. Tehát, hogy amit most elfogadunk, hogy igen, ezt tette velem valaki, ezt így hallgatólagosan elfogadjuk, amint erről mi úgy kezdünk el gondolkozni, hogy ez ügy, akkor több ügy is lesz. De ehhez az kell, hogy nagyobb legyen a... Én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy az online térben is megtalálják majd a megfelelő módjait annak, hogy hogyan lehet elérni a hallgatókat, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönjük, Nóra, azt hiszem Kalla Gábor volt a következő. Igen, a részben, ugye Nórával is egyetértve, tényleg alig volt ügyünk az etikai bizottságban, miközben személyesen ügyek tömegéről tudok, átételesen. Tehát úgy, hogy igazából a konkrét részleteket nem, csak ez például a szexuális zaklatás probléma körében. Régebben is, most is nem kerül felszínre, ezek a legdurvább ügyek lehetnek. Nem kerül a felszínre, éppen azért nem kerül a felszínre, mert nem tudja, a hallgatók nagy része nincs tisztában a saját jogaival. Egy ilyen megbeszélés, ahol rengeteg hallgatónak kell lenni, nem a hallgatók kapcsolódnak be, vagy minimálisan, hanem az oktatók, és nem igazából... Azt hiszem, hogy ha lenne egy ilyen gyűlés, amin a hallgatóknak nem biztos, hogy sokan lennének rajta. Mert kínos, nem feltétlenül érzik úgy, hogy ez őket érinti, vagy normálisnak érzik azt a helyzetet, amelyik egy kiszolgáltatott helyzet. Na most igazából az egyik legkényesebb dologra szeretnék rákérdezni, a hallgató-oktatóknak a kölcsönös beleegyezésével történő szexuális viszonya. Ez egy nagyon-nagyon szerintem egy rendkívül problematikus dolog. A joga két felnőttnek mindenfajta beleszólás nélkül kapcsolata, hisszük-e azt, hogy ez valóban egyenrangú felek között történt, felismeri-e adott esetben egy hallgató, hogy ő kiszolgáltatotta ebben a helyzetben, van-e lehetőség arra, hogy ezt valahogy keretek közé tenni,
ha valaki olyan szituációban van, hogy megítélni kell, vizsgáztatni kell a jövőjével kapcsolatban kérdésvel, akkor ez nem etikai vétsége, ez a fenntartott viszony. Van olyan egyetem nyugaton, ahol be kell jelenteni, és utána az egyetemi vezetésnek, és az tudja valahogy kezelni ezt a kérdést. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny probléma. Én azt hiszem, hogy a zaklatási ügyeknek egy része is összefügg ezzel, hogy oktatók hiszik azt, hogy normális randizni egy diákkal, aki nem feltétlenül a teljes magabiztossággal áll a dologhoz. De nincs erőszak, nincsen semmifajta kirívó része a dolognak, de azért még sincs rendben, ezt azért érezzük. Hát Gábor, köszönöm szépen ezt a kérdést. Elárulom, hogy ezelőtt egy pár héttel kaptam egy olyan e-mailt, amely egy nagyon furcsa e-mail címről érkezett, mert valami egészen szokatlan volt, szerintem direkt valami... ezt ennyire nem értek a számítás technikához, tehát valahogy ez meg volt hekkelve, hogy ne derüljön ki, hogy kitől kaptam az e-mailt. Pontosan ugyanezt a kérdést vetette föl, amit most... bocsánat, tegeződhetünk, te ezt elmondtad, ugye? Mondhatom, hogy te, jó, köszönöm. Amit te felvetettél, és ennek aztán én elkezdtem gondolkozni, tehát arról volt szó, hogy hallgató és oktató közötti szerelmi kapcsolat. Hogy ez, és akkor most, hogy mi lesz, hogyha ennek vége lesz, és neki félelmei vannak. Én válaszoltam, elküldtem a telefonszámot azzal, hogy ezt inkább személyesen beszéljük meg, tehát ennek nem maradjon ilyen írásbeli nyoma, és ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni, hogy hát most akkor tényleg még két felnőtt ember, nagykorúak, hát mégis ebben nem lehet beleszólni. Tehát ezt megtiltani szerintem nem lehet. Amit te mondtál, na én is abban láttam a kiutat, hogy az összeférhetetlenséget kellene teljesen világosan megvalósítani. Ha tehát az illető legyen köteles ugye, tájékoztatni mondjuk a munkáltatóját erről, és a munkáltatója legyen köteles innentől kezdve a hallgatóról leválasztani teljes egészében tanulmányi szempontból. Tehát gondoskodjon akkor arról, hogy ne nála vizsgázzon, ne ő ossza be szakmai gyakorlatra, ne ő legyen az opponense a dolgozatának az elbírálásánál, és így tovább, és így tovább. Én ezt látom biztonságos megoldásnak. És akkor majd mindenki gondolja meg, akár oktató, akár hallgató, hogy ezekkel a terhekkel együtt is tényleg akkora nagy-e a szerelem, hogy ezt megéri vállalni. Tehát én pont ugyanebben látnám a megoldást, de abban semmiképpen nem értenék együtt, hogy ez legyen tilos. Hát tilos nem lehet, mert miért? Hát ez olyan aránytalan és szükségtelen korlátozása lenne mondjuk a szerelmi életem szabad megválasztásához fűződő jogomban, ami indokolatlan. De az, hogy ez terhekkel jár, azt meg tessék tudomásul venni. Az biztos, hogy a mostani helyzetben ez egy nagyon durva lépésnek tűnne, de egy pszichológus és egy beteg között se lehet, egy orvos és egy beteg között se lehet. Az a kérdés, hogy a kiszolgáltatottság... Hát más a kapcsolat jellege, tehát hogy mondjam, a beteg meg az orvos közötti kapcsolat szerintem azért az tartalmilag más, mint egy egyetemi oktató és a felnőtt nagykorú hallgatónő között, szerintem. Vannak hasonlóságok, nyilván más hangsúllyal és más erővel. Jó, erre elfogadom, csak ez egy erős dilemma. Lehetne nyitni erről is egy fórumot, meghallgatni több kollégának a véleményét egyébként. Lehetne erről is. Ja, és nem hívott föl. Tehát valaszt megérkezett, elment a választ, és nem keresett. Pedig sajnálom, mert nekem is beindult a gondolataim ezzel kapcsolatban, hogy na, ez lehet, hogy egy olyan alkalom lenne, amikor valami szép elvi állást, foglalást lehetne javasolni mondjuk a szenátusnak, vagy mit tudom én, a karoknak, hogy ezt szabályozni kéne ezt a kérdést. Hát nem tudom, nehéz ügy. De mondom, én már kellő, mondhatom, hogy öreg vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy azt tudom tanácsolni a fiatal kollégának, hogy inkább ne vállaljanak ilyet, ne csináljanak ilyet. De volt egy bölcs mondás annak idején, amikor mi még fiatal oktatók voltunk, hogy drága fiam, mondta a professzor úr, házi gyulakat azokat kimélni kell, és nem. Hát valahogy én is így vagyok vele, hogy ez semmiképpen nem szerencsés. Tehát nagyon nem szerencsés, de hát nyilván megakadályozni nem lehet, megtiltani szerintem. Köszönöm.
Köszönjük, Gábor. Az időnket már túlléptük, úgyhogy valószínűleg az utolsó kérdés Gorbás Gabriella Dóra. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, nem tudom, hallanak? Jó napot kívánok a ombudsman úrnak is, és a többieknek is. A kisfiam alszik, úgyhogy lehet, hogy hirtelen fölsír, akkor nem tudom, hogy mit fog csinálni, hogy hova ugrok. De az lenne a kérdésem, hogy mondjuk, hogyha egy kari polgárral, munkavállalóval szemben születik elmarasztaló etikai határozat, akkor a kari honlapon ennek az elmarasztaló etikai határozatnak csak a ténye jelenik meg, és az lenne a kérdésem, hogy a munkavállaló szűkebb környezete, például az érintett intézet tagjai megismerhetik-e az anonimizált jegyzőkönyvét az etikai bizottság határozatának, és ezt azért kérdezem, mert nehéz megbeszélni és érteni a történteket, hogyha nem tudják a kollégák, hogy miért történt az elmarasztaló etikai határozat, tehát mi történt konkrétan pontosan, és nyilván ilyen esetben előfordulhat, hogy a kollégák egy része bagatelizálja, vagy bagatelizálhatja a történteket, mivel nincsenek a kollégák pontosan tájékoztatva, és hogy kell-e, lehet-e az adott intézetnek tájékoztatni a kollégákat ilyen esetben a történtekről, és hogyan? Én a következőt tudom tanácsolni. Ezt az észrevételét ön, vagy többen, hogyha a másoknak is hasonló a véleménye, akkor akár többen is, juttassák el az etikai bizottsághoz, amelyben arra kérjék meg őket, hogy úgy fogalmazzák meg ezeket a rendelkező részeket, tehát azokat a rendelkező részeket, amiket nyilvánosságra hoznak, hogy abból világos legyen, hogy mi volt az az etikai vétség, amit az illető elkövetett. Mert ellenkező esetben semmifajta visszatartó ereje nincs, hogyha, ahogy mondja, ez ilyen zavaros és érthetetlen, és nem derül ki, hogy akkor most tulajdonképpen mi történt. Tehát nyugodtan forduljanak az etikai... Én ezt azért nem tettem meg, mert nem szóltok bele az etikai bizottság ügyeibe. De ha önök kérik, hogy konkrét ügy volt, mondjuk, és ennek az volt a tanúsága, hogy teljesen érthetetlen, és semmifajta pozitív hozadéka tulajdonképpen annak, hogy nyilvánosságra hozták a határozatot, nincsen, mert értelmezhetetlen, hogy azt tessék úgy megfogalmazni, hogy az a kari közélet számára világos legyen, hogy ezért a határozatot hoztuk. Tehát én ezt tudom tanácsolni. Mert abban igaza van, hogyha valami teljesen ilyen közösség zavaros szöveg megjelenik, akkor az a pár érintetten kívül, aki konkrétan tudja, hogy mi történt, az a többi ebből semmilyen tanulságot nem tud levonni, és főleg nem tud a saját jövőbeli magatartására nézve semmilyen következtetést levonni. Tehát magyarán nem lesz hatékony, teljesen fölösleges. Tehát én ezt tudom tanácsolni. Köszönöm szépen, és ezúttal jelezném Kalla Gábornak, hogy akkor lenne egy ilyen igényünk. Igen, időközben Kalla Gábor újra fölött a kezdet, lehet, hogy pont erre akart reagálni. Igen, nincs lehetőségünk szöveget nyilvánosságra hozni. Tehát ez az egész eljárási rendben ez a lehetőség nincs meg. A másik, hogyha az érintett hallgató az a titoktartást kér, akkor ráadásul még megbeszélni sincs lehetőségünk. Ezt már több embernek elmondtam, én a családban sem mondom el, és az ismerősöknek sem beszélek egy ügyről. Még arról sem, hogy ügy van. Mert ezek annyira kényes ügyek, hogy egyszerűen erre nincs lehetőségünk. Visszamenőleg már nem lehet változtatni egy adott ügynek az eljárás rendjén, de következő mi azt javasoltuk, hogy legalább az intézet vezetők, hogyha beleegyezik a hallgató abba, hogy a titoktartás kötelezettségével együtt egy intézet vezető megismerje az anyagot, akkor az intézet vezetőt tájékoztatnánk. Egyébként meg nincs lehetőségünk kiteregetni az ügyet. És ez egy olyan ügy, ez a konkrét ügy, ami mindegy, nem tudom, mindegy elmérgesedő seb folyamatosan, most már egy évnél hosszabb ideje van, és egyszerűen valamilyen, hogy is mondjam, egy valamilyen megoldást kellene rá találni,
de nincsen semmifajta lehetőségünk arra, hogy ezt kibeszéljük. Nem lehet a nyilvánosság elé tárni, miközben a résztvevők nagyon gyakran elmondják a részleteket, de nekünk nincs lehetőségünk ebben semmilyen módon belelépni. De Ombudsman úr mit mond, mert én úgy tudom, hogy az anonimizált jegyzőkönyv az nyilvánosságra hozható. Ezt kérdezem én is, hogy nem lehet úgy anonimizálni, hogy ne lehessen konkrétan? Nem, nincsen. Meg kell kérdezni, aki ezeknek a bizottság titkára tudja jogi hátterét ennek, és meg is kérdeztük a jogászokat nagyon gyakran, hogy mik a lehetőségek, de valójában mi nekünk nincs egy nyilvános határozati felületünk, amiben elmondjuk az ügyet akármilyen módon, hanem az eljárási rend csak arról rendelkezik, hogy nyilvánosságra kell hozni az etikai elmarasztoló döntést. Nem a határozatnak a szövegét, a döntést. De ha jól értem, Ombudsman úr most is azt mondja, hogy az anonimizált jegyzőkönyvet meg lehetne ismerni. Hát, mondta, hogy el van mérgesedve, azért van elmérgesedve, mert senki nem tudja, hogy mi történt, és hogy hogyan kell hozzáállni, és hogy most ez egy olyan ügy, amivel érdemes lenne foglalkozni és megbeszélni, illetve hogy pontosan ez milyen típusú vagy milyen súlyú ügy. Ezért van elmérgesedve, mert az etikai bizottság nem segít abban, hogy ne legyen elmérgesedve. Pillanat, bocsánat. Én nem azt mondtam, hogy az eljárás jegyzőkönyvét lehetne nyilvánosságra hozni, hanem azt mondtam, hogy a határozatnak és annak az indoklását lehetne nyilvánosságra hozni, pontosan azért, hogy a jövőre nézve legyen tanulsága, és ezt lehet anonimizálva szerintem megtenni. Én szerintem érdemes lenne ezt a konkrét ügyet végiggondolni és végignézni, mert ezek szerint más tudunk a jogi helyzetünkről. Tehát a szívem szerint elmondanám és kibeszélném, de nem tehetem. Aha, Jó, én mondom, én arra gondoltam, hogy tehát, hogy van ugye egy határozati része, mondjuk egy fegyelmi eljárás lezáró határozatnak, és van egy indoklása. Az indoklás viszont nem azonos a jegyzőkönyvekkel, ahogy kit hallgattak meg, az mit mondott, hol vannak ellentmondások, és így tovább. De én arra gondoltam, mert ugye jogász vagyok, és látom, ismerem a bírósági határozatokat, hogy ha pusztán a rendelkező részt olvasnám el, akkor az teljesen majdnem hasznosvehetetlen lenne, ha nem ismerném a tényállást és az indoklást. Tehát én erre gondoltam, de ez megérne megint egy olyan kérdést, hogy akár egy konzultáció fórum formájában, esetleg más karok hasonló problémáinak a megbeszélésével kialakítani az ELT-nek egy közös gyakorlatát. Lehet, hogy akkor ebben segítséget fogunk kérni, és majd valamelyik etikai bizottsági, akár online, akár bármilyen formában ezt meg kell akkor beszélnünk, mert akkor tényleg más a helyzet, legalábbis az én tudomásom szerint más helyzetről beszélünk. Én ebben maximálisan nyitott vagyok, de én úgy gondolom, hogy ha nincs indoklás, akkor önmagában pusztán a határozatnak ezt a rendelkezését közzétenni, ennek sok értelme nincsen, szerintem. Pedig ez az eljárásrend. Értem, meg kéne ezt áll. Jó, hát ezek nem megváltoztathatatlan szabályok, ezeket föl lehet vetni, és hozzáigazítani a szükségekhez. Mert azzal viszont egyetértek, amit a kolléganő elmondott, hogy hát hogyha senki nem tudja értelmezni a legszűkebb környezetén kívül, akkor tényleg semmi értelme nincsen. Hát akkor mi lesz a visszatartó erő? Hát akkor. Na hát, akkor én megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és akkor Gábor, akkor én állok rendelkezésre, jó? Megpróbálom akkor ezeket a hallgatói önkormányzatokat elérni, hogy akkor próbáljuk meg online térbe ezt a propaganda tevékenységet kifejteni, úgyhogy én is köszönöm a hasznos felvetéseket, és hogyha a jövőben bármikor hasonlóra szükség van, akkor én állok rendelkezésre, jó? Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmet, mindenkinek szépen. Nagyon köszönöm. A meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Előre léptünk ebben a dologban, úgyhogy számítunk a jövőben is esetleg. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem még egyszer. Megtisztelő volt. Köszönöm szépen, minden jót. Viszontlátásra.
Kivéptem azt. Kivéptem, köszönöm. Viszlát.